Peller Anna, akinek a neve egyet jelent a tehetséggel és a bájjal, mindig is lenyűgözte a közönséget. Az ő jelenléte a színpadon varázslatos, és minden előadásával újra és újra elbűvöli a nézőket. A színpadon minden szerepet szenvedéllyel és hitelességgel tölt meg. Minden mozdulata, minden szava mély érzelmeket közvetít, és a közönség szívébe hatol. A színpadon kívül pedig fertőző nevetéséről és melegszívű személyiségéről ismert. Barátai és rajongói egyaránt szeretik őt kedvessége és közvetlensége miatt. De sugárzó mosolya mögött Anna titkot őrzött. Egy újonnan talált boldogságot, ami kíváncsiságot és érdeklődést váltott ki. Ez a titok egy új fejezetet nyitott az életében. Suttogások terjedtek egy új szerelemről, izgalomba hozva odaadó rajongó táborát. Lehetséges, hogy igaz? Vajon ki lehet az, aki elrabolta a szívét? Vajon a szeretett színésznő végre megtalálta a nyugalmat és a társaságot a vihar után? Az életében bekövetkezett változások új reményt és boldogságot hoztak számára. Anna, aki híres volt a diszkréciójáról, nem árult el semmit a magánéletéről, ami csak olaj volt a tűzre. A titokzatosság csak még vonzóbbá tette őt. A találgatások egyre csak szaporodtak, és mindenki azt találgatta, ki lehet az a szerencsés, aki elrabolta a szívét. A rajongók izgatottan várták a válaszokat, remélve, hogy egyszer fény derül a titokra. Történetük a színház bűvöletes világában kezdődött, ahol a fantázia és a valóság összefonódik. A színpadon minden lehetséges, és a határok elmosódnak. Itt találkoztak először, egy próbán, ahol a sorsuk összefonódott. A férfi, aki szintén művész volt, azonnal lenyűgözött Anna tehetségétől és kisugárzásától. Minden mozdulata, minden szava magával ragadta őt, és nem tudta levenni róla a szemét. Csodálata hamarosan valami mélyebbé, egy olyan kapcsolattá alakult, amely túlmutatott a rivalda fényen. Együtt töltött idejük során egyre közelebb kerültek egymáshoz, és a színpadon kívüli életük is összefonódott. A késő esti próbák kedvelt rituálévá váltak, a szakma iránti közös szenvedélyük pedig eltéphetetlen köteléket kovácsolt közöttük. Az éjszakai csendben, amikor csak ők ketten voltak, a színház varázsa még erősebben hatott rájuk. Megtalálták a nyugalmat egymás társaságában, beszélgetéseiket nevetés, álmok és kölcsönös megértés töltötte be, amelyet csak a rokon lelkek osztanak meg egymással. Minden pillanat, amit együtt töltöttek, egy újabb fejezet volt közös történetükben. Ahogy szívüket, lelküket beleadták a munkába, kapcsolatuk elmélyült, és valami igazán különlegessé fejlődött. Minden közös projekt, minden siker és kudarc még szorosabbra fűzte köteléküket. Elmosódott a határ a színpadi és a színpadon kívüli életük között, egymás iránti érzéseik visszhangozták azokat a szenvedélyes történeteket, amelyeket életre keltettek. A színház világa lett az otthonuk, ahol minden érzés és minden pillanat valóságos volt. Újra megtalált szerelmük nem volt mentes a kihívásoktól. Az életük tele volt olyan akadályokkal, amelyek próbára tették az elkötelezettségüket és az egymás iránti szeretetüket. Anna egy nagyon is nyilvános válás utóhatásait élte meg, az érzelmi sebek még mindig frissek és fájdalmasak voltak. A múlt árnyai gyakran visszatértek, hogy megzavarják a jelen boldogságát. A nyilvánosság ellenőrzésének és ítélkezésének súlya újabb bonyolító réteget adott a kibontakozó kapcsolatukhoz. Minden lépésüket figyelték, minden döntésüket megkérdőjelezték. A férfi, megértve a kényes helyzetet, rendíthetetlen támogatást és megértést nyújtott. Mindig ott volt, hogy meghallgassa és megvigasztalja Annát, amikor a múlt fájdalmai újra felszínre törtek. Anna sziklájává vált,
egy biztonságos menedékké, ahol letehette a világ súlyát, és egyszerűen csak önmaga lehetett. Az ő karjaiban talált megnyugvást és békét. Közös élményeik mély empátiát és bizalmat teremtettek, ami megszilárdította a köteléküket. Minden nehézség, amit együtt éltek át, csak erősebbé tette őket. Az út nem volt könnyű, de a szerelmük kitartott, bizonyítva, hogy még a legsötétebb időkben is egy reménysugár olyan lángot gyújthat, amely minden eddiginél fényesebben ég. A közös küzdelmek és győzelmek révén egyre mélyebb és tartósabb kapcsolatot építettek. A titkos randevúk, a lopott pillantások és a kódolt üzenetek váltak a szerelmi nyelvükké. Örömüket lelták titkos találkozásaik egyszerűségében, szerelmi történetük pedig úgy bontakozott ki, mint egy jelenet valamelyik darabjukból. Kollégáik, akiket titoktartásra eskedtek, akaratlanul is cinkosaikká váltak szerelmi kapcsolatukban. Suttogások és sokat mondó mosolyok váltottak gazdát a színfalak mögött, néma tanúbizonyságaként kapcsolatuk erejének. S1. Media. Couple holding hands in secret. Couple sharing a moment in the shadows. Couple strong connection. Sokáig úgy döntöttek, hogy titokban tartják a kapcsolatukat, óva azt a média kíváncsi szemeitől és a közvélemény ítélkezésétől. Anna, aki még mindig gyógyult a múltjából, a magánéletre és a normalitás érzésére vágyott. Ahogy a kötelékük egyre erősebb lett, úgy erősödtek a suttogások is. A pletika malma teljes gőzzel működött, amit a titokzatos közösségi média bejegyzések és a párról készült lesi fotók tápláltak. Úgy tűnt, az igazságnak megvan a maga módja, hogy kiderüljön. Amikor a hír végül napvilágra került, meglepetés és öröm vegyesen fogadta. A rajongók és a kollégák egyaránt a pár mellé álltak, jó kívánságokkal és támogató üzenetekkel árasztva el őket. A szeretet és az elfogadás áradata elsöprő volt, igazolva döntésüket, hogy nyilvánosan is vállalják boldogságukat. Szerelmi történetük a reményjelző fényévé vált, bizonyítva, hogy a második esélyek még a legváratlanabb helyzetekben is lehetségesek. Hatodik rész erőt meríteni a szerelemből. Ez az újonnan talált szerelem mély hatással volt Anna életére, mind személyesen, mind szakmailag. Új önbizalom sugárzik belőle, a szeme pedig olyan örömmel csillog, amit lehetetlen nem észrevenni. Színészi játéka új magasságokba emelkedett, érzelmei szabadon és hitelesen áradnak. A szerelem új életet lehelt a művészetébe, olyan mélységgel és sebezhetőséggel ruházva fel karaktereit, ami mélyen megérinti a közönséget. A férfi a legnagyobb rajongójává, állandó inspiráció forrásává és támaszává vált. Együtt navigálják az élet hullámvölgyeit, szerelmük pedig egy eltéphetetlen kötelékként szolgál, amely átsegíti őket a jóban rosszban. Hetedik rész új fejezet kezdődik. Ahogy elkezdik ezt az izgalmas új fejezetet, egy dolog biztos, szerelmi történetük korán sem ért véget. Ez a történet a kitartásról, a második esélyekről és a szerelem átalakító erejéről szól. Utazásaik azt bizonyítják, hogy a szerelem a legváratlanabb helyeken is kivirágozhat, emlékeztetve minket arra, hogy soha nem késő megnyitni a szívünket a boldogság lehetősége előtt. A jövő végtelen lehetőséget tartogat ennek a tehetséges és inspiráló párnak. Csak elképzelni lehet, milyen varázslatot fognak teremteni, mind a színpadon, mind azon kívül, ahogy továbbra is írják szerelmi történetüket fejezetenként. Nyolcadik rész. A szerelem mindent legyőz. Peller Anna története arra emlékeztet bennünket, hogy a szerelem mindent legyőzhet. Azt tanítja nekünk, hogy rendben van sebezhetőnek lenni, kockázatot vállalni és hinni a második esélyek erejében. A szerelem egy utazás, nem pedig úti cél. Arról szól, hogy támogassuk egymást, jóban-rosszban ünnepeljük egymás sikereit és vigaszt nyújtsunk a szükség idején.
Anna története arra ösztönöz bennünket, hogy fogadjuk el a szerelmet minden formájában, becsüljük meg az életünkben élő különleges embereket, és soha ne adjuk fel a saját boldog befejezésünk megtalálását. 9. rész. Mit gondoltok? Mi a véleményetek Peller Anna szerelmi történetéről? Hisztek a második esélyekben? Osszátok meg gondolataitokat és hozzászólásaitokat lent. Kíváncsiak vagyunk a véleményetekre. Töltsétek ki gyors közvéleménykutatásunkat, és mondjátok el. Szerintetek a szerelem mindent legyőz? Igen, nem, vagy talán. És ti kaptatok már második esélyt a szerelemben? Igen, vagy nem. Válaszaitokkal segítetek nekünk megérteni a szerelem erejét, és az életünkre gyakorolt hatását.